Traktorral tárcsázza földjét Csernyi István. A csengeri gazdálkodó három hektárt művel a magyar-román határ mellett. Földjét is érinti a közérdekű kisajátítás. Ez a narancsárga cölöp a leendő kerítés helyét. Itt építik fel a határzárat, ha arra a migránsok miatt szükség lesz. A gazda azt mondta, örömmel adja oda földjét. Igen, az nem zavar ez a kis földterület, mert az egész nem sok. Jobban nőrülök annak, hogy a hazánkat megvédik. Nem csak földterületeket sajátított ki a belügyminisztérium a határban, ez a csengeri sportcsarnok, az önkormányzat a futszalcsapat otthonát is felajánlotta a katonák elszállásolására. A szomszédos település Csengerújfalú polgármestere azt mondta, náluk is jártak a honvédség térképészei. Zsiga Mihály arról beszélt, hogy ugyan kapnak kártalanítást, de akár ingyen is odaadnák földjeiket. Ha nem kapnánk semmit, akkor is hozzájárulunk ehhez a megvalósításhoz, hogy itten százszor nagyobb, meg sokkal nagyobb károk lennének, mert azt láthattuk már a, a tévéből is, meg, meg maga, aki ezután utána járt, hogy Szegedfele, meg ahol már a migránsok átjöttek, hogy milyen károkat tudnak csinálni. Ez az ősz vállai határában fut a szántáson. Itt is narancsárga cölöpök jelzik, hogy hol épülne a kerítés. A település polgármester azt mondta, a gazdák vethetnek a lekerített területeken is, de ha szükség lesz rá, azt azonnal át kell adni a határ felé lévő területeket használhatják, de amennyiben bármilyen változás lenne, tehát itt bármilyen építkezés, illetve ha ne Isten, mégis ide kerülnének a migránsok, akkor gyakorlatilag az általuk okozott kár az ezt a területet mondhatni nem érinti, tehát ez innentől kezdve kártalanítva lennének a gazdák. Térképen mutatjuk, hogy hol húzódnak kerítés. szabolcs szatmár beleg megyében 16 településen 350 telek tulajdonost érint a közérdekű kisajátítás. A gazdák és az önkormányzatok egyszeri kártalanítást kapnak lekerített földjeikért.